Így szól a hangszer Nagy Csaba tárogató művész előadásában. A magyarság történelmi zenekultúrájának szerves részét képezi ez a fúvós hangszer. Fénykorát a Rákóczi szabadságharc idején élte, akkoriban napközben a csaták idején, esténként a tábor tűz mellett szólaltatták meg. Szerdán 10 ország muzsikusai gyűltek össze Vaján, hogy aztán néhány napig együtt vigyék jó hírét a megyében a népi hangszernek. Lesz itt közöttünk norvég, svájci, holland, német, francia, és természetesen jönnek a történelmi Magyarország területéről, Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és Délvidékről is tárogatósok. Tehát akik ezen a hangszeren játszanak, azok mind fontosnak tartják azt, hogy részesei legyenek ennek a tárogató ünnepnek. Az eseményen a Magyarországgyűlés alelnöke is tiszteletét tette. Latorcai János kiemelte, a tárogató a magyarság viszontagságos történelmét szimbolizálja, így fontos, hogy a hangszer kulturális értékeit tovább erősítsék az idei világtalálkozón. Aki ismeri azt a dallamvilágot, amit nagyon szépen el lehet játszani ezeken a hangszereken, az tulajdonképpen örök kapcsolatba kerül a magyar kultúrával, a magyar zenei kultúrával, és nem tudok más mondani, Kodálynak egy idézete jött eszembe, hogy a zene, a dal a lélek legteljesebb kitárulkozása, a szívünk fölemelése az Úrhoz, és ha ez megtörténik, és ezzel, ha egy külföldi is szembesül, akkor valami csodálatos élményben részesül, és ezt az érzést viszi el magába. A világtalálkozónak helyet adó Vaja jelentős tárogatós múlttal rendelkezik, ahová mindig szívesen térnek vissza a külföldi művészek, mondta el a település polgármestere. 1992 óta működik itt a Vaja Ádám Múzeum falai között a Rákóczi Tárogató Egyesület, és annak a Rákóczi Tárogató Együttese is. Idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre ez a világtalálkozó itt Vaján. Mindig nagy öröm, hogyha Vaján felhangzik a tárogató, ez a 2014 óta már hungarikummá vált hangszer. Ami egy hangszer esetében ritkaság, hiszen a tárogató mellett csupán a pedálos cimbalom számít még kiemelt nemzeti értéknek. V. Németh Zsolt miniszteri biztos szerint a tárogató sokszínűsége garantálja, hogy a fiatalok is nagy érdeklődést mutassanak a művészet iránt. Mint látjuk, itt Vaján elég gyakran, hogy ezen a hangszeren nem csak Rákóczi dalok, dallamok szólalnak meg, hanem akár kortárs zene, avagy jazz is, és ezek a legjobb hungarikumok, amelyek a mélyből gyökereznek, de áthúznak a mába. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a keleti országrészben Vaja a magyar és a kuruc hagyományok megőrzésében fellegvárnak számít. Kovács Sándor hozzátette, a magyarság fennmaradásában jelentős szerepe van annak, hogy az esemény nemzetközi szinten is hirdeti a hazai kultúrát. Ez egy világtalálkozó, és ennek a világtalálkozónak az eseménye azt gondolom, hogy nagyban befolyásolja azt a célt, azt a magyar célt, hogy a mai világban a kultúrának értéke van, és mi nem egyfajta liberális modellt szeretnénk magunkévá tenni, hanem magyar Magyarországot szeretnénk, amelynek része minden olyan zeneszerszám, minden olyan magyar szó, amelyben felelősségünk is van. A Vaji Ádám kastély a tárogató múltját és kultuszát bemutató látványos kiállításnak is helyet adott. A tálaton láthatóak a hangszer különböző változatai, de falfestmények, képek és irodalmi alkotások is bemutatják a hangszer kulturális értékeit. Ez 15 év gyűjtő munkája, illetve ez a jéghegy csúcsa, tehát itt amennyi a tárlókban lehetőség van, annyit kihasználtam, de ez egy töredéke a gyűjteményemnek. Itt főleg a tárgyi, meg képi dolgokat tudtam most megmutatni, de rengeteg könyv, rengeteg verses kötetnyi, egy egész mesekönyvnyi mesét összegyűjtöttem. A világ találkozó szombat estig tart, majd a nemzetközi tárogató együttes tagjai hangverseny körútra indulnak. Ennek első állomása a Nyíregyházi Múzeum falu lesz. A művészek vasárnap este tartanak koncertet a Sóstói Skanzenben.